Az egyik tanulót a magasba is emelték társai a koreográfia részeként. A Paksi Vakbottyán gimnáziumban egymást követték az éneklős vagy táncos produkciók az intézmény gólyaavató ünnepségén. Csütörtökön délután, amíg nem táncoltak, a tanulóknak végig viselniük kellett a gólyacsört. A levegővétel egy picit érdekes, de amúgy ki lehet bírni. Apám jól megcsinálta. A rendezvényre a végzős diákok ezúttal is meghatározták, hogy a gólyák milyen öltözéket vehetnek fel. Tematikusnak nem nevezném, inkább csak a mindennapitól elrugaszkodás, és szerintem egy hosszú nadrág és hosszú póló ellentéte abszolút a bikini, vagy női ruha, vagy strandpapucs úszószemüveggel egyetemben, úgyhogy igen, e felé szoktunk nyúlni, de volt olyan év már, amikor sícucba jelentek meg a diákok, igazából ez időjárás függő abszolút. A gólyaavató a vidámságon kívül azt a célt is szolgálja, hogy a közösség épüljön, a diákok közötti kapcsolatok erősödjenek. A programnak nagy hagyománya van a gimnáziumban. Régen is mindig volt gólyaavató. Az évek során mindig alakul egy kicsit a idomul a világhoz, meg a gyerekek a fiatalsághoz, de erre már egy hónappal ezelőtt elkezdenek készülni, mert amikor évelején van a gólyatábor, két nap a gólyáknak, cseresznyésbe szokott lenni, hogy alszanak egyszer, és két napot kint vannak, már akkor elkezdik ezt. Tehát tulajdonképpen az a tánc, amit itt előadnak, vagy bármilyen produkció, mert mindegy, hogy mit adnak elő, ott kezdik el ezt összerakni, és egy hónapig ezt gyakorolják. A jó hangulatú délutánon az intézmény újdonsült tanulói esküt is tettek.